az önkormányzatokat és a kis egyesületeket támogató program után a szabadidősport támogatását célozza meg a Hiszek benne sport harmadik alprogramja. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, a cél az, hogy megnyíljanak a létesítmények a sportolni vágyók előtt. Nyissuk ki a sportlétesítményeinket, és ingyenesen programokat hozzunk bele, akár fiataloknak, akár idősebbeknek, vagy hogyha van olyan létesítményünk, amelyeket szívesen használnának, akkor legyen lehetősége a különböző korosztálynak is mozgásgazdagon használni. A programot bonyolító Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke bízik abban, hogy a nyitott kapuknak köszönhetően egyre többen kezdenek majd elsportolni. Nem csak azok jelennek meg, reméljük a, úgymond a piacon, rosszóval, a szabadidősport területén, hanem új arcok is, és itt nem csak a fiatalokra gondolok, hanem kóra nemre való tekintet nélkül azok, akik hetente egyszer sem mozogtak eddig, és most legalább az egy alkalmat, ha más nem, a szervezett program és az ingyenesség miatt igénybe fogják venni, és remélhetőleg megszeretik azt a mozgásformát, amit épp a mi szakembereink helyszínen tudnak biztosítani. Nyíregyháza 15 millió forint támogatást nyert arra, hogy májustól a nyugdíjasok díjmentesen vehessenek részt az élményfürdőben szervezett programokon. Ki tudjuk bővíteni azt a kört, amit ugye korábban is nyertünk, épp néhány héttel ezelőtt adtuk át azokat a sporteszközöket, amelyeket a Mozdó Nyíregyháza program keretében a gerinctornások használnak. Ezzel már azt gondolom az infrastruktúra eszközök után a programokat is tudjuk bővíteni, nagyon örülök neki. Kovács Ferenc elmondta még, a csütörtöki közgyűlésen döntés született arról, hogy további 9 szabadtéri kondipark és 2 futópálya épül Nyíregyházán.